Menjetek be kapuin hálaadással, tornátain áll dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tornátain áll dicséretekkel. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Menjetek be kapuin hálaadással, tornátain áll dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tornátain áll dicséretekkel. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Menjetek be kapuin hálaadással, tornátain áll dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tornátain áll dicséretekkel. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Menjetek be kapuin hálaadással, tornátain áll dicséretekkel.
Menjetek be kapuin hálaadással, tornátainál dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tornátainál dicséretekkel. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Menjetek be kapuin hálaadással, tornátainál dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tornátainál dicséretekkel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Mennyivel szebb lenne, most itten tele lenne gyerekekkel, legalább az a 108 gyerek lenne itt, aki amúgy Déván van, és együtt mondhatnánk a bennünket támogató, szerető nőknek anyák napján, hogy Isten éltessen. Mert aki egy árva gyerek kezét megfogja, az anyává válik, az jó pásztorrá válik. Ma ugye a jó pásztoroknak is a vasárnapja. Szentmise elején gondolkozzunk el vajon, mennyire vagyok környezeten számára jó pásztor, gondoskodó édesanyja, nevelőanyja, mennyire vagyok áldás környezetem számára. Milyen jó lenne, hogyha a boldogságos szűzanya képére, hasonlatosságára mi is átalakulnánk, és József példájára, hasonlatosságára mi is akár, ha nem a testünkből fakadt élet gondozását vállalnánk. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom! A mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezesse az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Dicséret áldás, örök imádás, néked mindenható. Itt áll a népek, új hitre ébred, és várja a leheletet. Minden nyelv most ezt kiáltja, dicsőség és imádva hagy a neved. Minden gyűjt és a néped újra zengi, hatalmas áldott Úr vagy mindörökké, ó mindenható. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe. Jusson el híve egy gyönge nyája oda, ahova előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből.
Pünkösd napján Péter a 11 apostol kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonysággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, úrrá és messiássá tette. E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt. Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Péter azt felelte. Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiketek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk Istenünk hívja őket. Még más szavakkal is bíztatta és buzdította őket, engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek tért meg. Ez az Isten igéje. És Istennek legyen hála. Bonum est confidere in Dominum, manum sperare in Dominum, bonum est confidere in Dominum, manum sperare in Dominum. Urban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz bennem, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz bennem, jó. Szent Lecke. Péter itt két gondolattal jelzi megváltásunkat. Szent Lecke Szent Péter apostol első leveléből. Megtértetek lelketek pásztorához. Szeretteim, ha jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt, hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztvára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Az ősebbe is szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévegő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Áldjátok az Urat, áldjátok az Urat, minden népek, alleluja! Áldjátok az Urat, áldjátok az Urat, minden népek, alleluja! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben így szólt Jézus. Bizony, bizony, mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolva és rabló. Aki viszont az ajtókon megy be,
az a jó pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a jók pedig hallgatnak szavára, nevükön szólítja a juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a jók követik, mert ismerik a hangját. Az idegen nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus azért így folytatta. Bizony, bizony mondom nektek, én vagyok az ajtó a jók számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a jók. Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki bejár, és legelőre talál. Tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és életük bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves jó szeretett testvérek! Hát sokféle ünnepünk van. Topzódunk a témákban, lehetőségekben, ugye? Hát egyfelől az anyák napja. Hát mindenképpen szeretnénk köszönteni minden egyes édesanyát. És azokat az anyákat is, akiknek lehet, hogy nincs gyerekük, de akik rendszeresen támogatják a mi gyerekeinket, elviszik kirándulni, táborba, saját magukhoz, haza. Hát hogy mondjam, mint orvosok ápolják, gondozzák, mint fodrászok a hajukat, szépítik, és hát mint jószívű adakozók támogatják azt, hogy egyáltalán hát ez a dévai meg a többi gyermekvédelmi központ működjön. Igen, nekünk mind ma hálás szeretettel köszönetet szeretnénk mondani, és ezt a szentmisét is értük szeretnénk felajánlani, hogy hát hogy mondjam, szegénységünkbe mitelik, hát az imádság. De talán ez a legnagyobb dolog, amit adhatunk. És most igazából felsorolhatnák sok-sok, ha lenne egy ilyen kivetítője azokat a hölgyeket, nőköt, lányokat, akik, hogy mondjam, lehajoltak jósággal, gyermekeinkhez, azoknak a képe most így kezdene villózni, én azt gondolom, mi se végéig, mi mind villogna ez a kivetítő, akármilyen gyors klip lenne. Aztán persze szeretnénk imádkozni ebben a szentmisében, de jó pásztor vasárnapján, azokért a papbácsikért, akik a gyerekeinket, hogy mondjam, jóra, szépre intik. Mert nem csak itt déván, és itt déván is vagyunk, többen is jó pásztorok, ugye, drága jó Bonaventura testvér, meg a Károly testvér, meg a többiek, hát hogy mondjam, de a többi házunkban is. Én tudom, hogy például Szárhegyen is, de akár Csíksomjón is, vagy ugye lent Kovásztán, Artúr testvér, a többiek, a gyerekeinket bizony nagy-nagy szeretettel fogadják, és nagyon sokszor nem csak jó szót, hanem úgy, mint Esztelnek erre kicsi tejet is kapunk, vagy Kolozsváron a gyerekek, egyetemisták bemennek, zsíros kenyeret is kapnak, és tényleg hál' Istennek elmondhatom, hogy Erdélyben nagyon sok jó pásztor van, és aki ezt nem hiszi, az kicsit görgesse ott a Facebookot, mert egymás után érik az élő szentmisék, adások, a kíváncsiskodó ember szemét. Tehát igen, értük is szeretnénk ezen a szentmisén imádkozni. De van egy elkezdett dolgunk, a Mária kertje, ugye azt mondottam, hogy a boldogságos szűzanya, én úgy gondolom, hogy Erdélyben az a világító torony, amely hát az élet tengerén hánykolódó emberek számára irányt tud mutatni.
Igen. 2000 év óta anyánk az egyház mindig is boldogságos szűzanyát állította példaképül elénk. 1709-ben, 10-ben készült ez az a templom, ez az oltár, és látjátok, akkor is szűzanya volt példaképünk. A csíksonyi szűzanya szobra több mint 500 éves. Tehát az még a Mohácsi vész előtt készült, mikor békevilág volt, és akkor is a szűzanya volt példaképünk, eszményképünk. Szent István neki ajánlotta a koronát. És ezért úgy Csíksomlyon csinálunk szűzanya tiszteletére egy hozzá méltó díszkertet. Elkezdtük már évek óta, ültetünk fákat, facsemetéket, növényeket, szabad a vásár, szívesen fogadjuk az emberek segítségét, támogatását, és 15 kis udvart, külön-külön udvart próbálunk berendezni. Az egyik udvar igazából, hát az öröm udvara. És ebben a szentmisébe igazából oda szeretnélek én titeket elkalauzolni. Öröm udvara. Olyan érdekes, hogy a boldogság szanya megkapja a felérést. Ember ezen a földön nem kapott, és nem is kap ennél döbbenetesebb, szebb, csodálatosabb hivatást. Maga az Isten kéri fel, hogy legyen Isten szülő szűz. Döbbenetes. És az Isten anyai méltóság első napján Mária mit tesz? Mivel kezdi az ő karrierjét, vagy munkáskodását? Mi az első tette, amit tudatosan, céltudatosan, nyugodtan, átgondoltan, higgadtan megtesz? Csináltat magának valami szép ruhást, palást, koronát, gyűrűt húz az ujjára, és elkezd affektálni. Lehet, a mai emberek ezt csinálnak. Mária nem ezt tette. Mária elmegy, időt, energiát, fáradtságot nem kímélve, és egy veszélyeztetett kismamát, Erzsébetet meglátogat, ott van, és segít. Hónapokon keresztül, hát hogy mondjam, mindegy védőnő végzi a kismama mellett a dolgát. Úgy, hogy közben megvigasztalja, énekel neki, örömet visz neki, hogy újongjon az az édesanya, hogy meg tudja szülni gyermekét, egy idős kora ellenére is, hát hogy mondjam, erőben, egészségben nevelni tudja magzatát. Testvéreim, milyen szép lenne, ha ezen a földön valaki az ő megbízatását, feladatát így tudná kezdeni. Mária, maga is, mint édesanya, meghajtsa fejét szolgáló szeretettel. Egy veszélyeztetett kismama előtt. Én azt gondolom, hogy ennél szebb példa, nem tudom, kell-e számunkra. De ez a példa nagyon-nagyon kell. Mert úgy látom, hogy mondjam, mint valami nagy, kozmikus örvény az embereket szippantsa be ez a fogyasztói, habzsoló, mit tudom én, milyen társadalom. Kedves fiatal lány, aranyos, nagyon szeretem. És most férhez ment, nem most, egy pár héttel, hónappal ezelőtt, és hát az anyukája, tudom, milyen nehezen keresi azt a pénzt. 1000 eurót költött arra, hogy lányából primadonna legyen. És elköltöttek még több ezer eurót egy olyan lakodalomé, hát ami adja az Isten, hogy gyümölcse legyen. És azt látom, hogy rengeteg ilyen ronyrázós kapcsolat van, és akkor aztán
Vajudnak a hegyek, de vajon gyermek születik-e, öröm születik-e, jókedv születik-e? Megnézem itt a díván, ugye a tömbház és a kolostor körül, hát van 10-szer akkora kis kertünk, mint ez az oltár. De tavasszal nyíltak ott a, hogy is ér, különféle virágok, nárcisz, tulipánt, most a lilium is már egész nagy és szép, a pünkösdi rózsa nyílik, mit tudom én, a dísz virágok, gyöngyvirág van benne, minden. És olyan döbbenetes, mert ugye hát amikor nyílt az, a hóvirág, akkor csak az volt. És akkor úgy szépen szerre. És most be vagyunk zárva, minden nap ott vagyok, minden nap látom, és minden nap gyönyörködök. És itt vannak a gyerekek. Itt két nagy lány van, mind a ketten az idén érettségiznek, szépen végeznek. De reggel megosztottam 4 kislány képét, ők azt hiszem 80-90 vannak egy szociális családba, és gondolom ti voltatok meg Éva néni, aki szépen felöltöztette ezeket a 3-4 éves kislányokat, és küldtették a hintára, és akkor kezükbe adtak egy-egy orgonabokrot, meg minden, és akkor lefényképezték. Elküldték nekem. Mint jó pásztornak, én meg úgy gondoltam, hogy megosztom az édesanyákkal, anyák napján. Annyiféle hivatás van, és látom, neki ülnek, és vesznek ilyen magas sarkú cipőt, és felhasítsák a szoknyájukat, és tipegnek, topognak, olyan embereknek kávét főznek, meg fontoskodnak körülötte, akivel amúgy szóba se állnának. Miért pénzé? Az a nő, aki őket neveli, Pál Évának hívják, és eljött hozzánk, amúgy 7 saját gyereke is van, de azok közül már 5-6-on kirepültek, és hát ugye befogadott lányukat, most is. Hát azt hiszem 10-en vagytok, vagy hányan vagytok a családban? 10. Nagy lány, kisebbek, nagyobbak, és hát, hogy mondjam, fésüli őket, öltözteti, megtanulja szépen szavalni, énekelni, tanulni, egész jól tanulnak, a gyerekek haladnak, mosolyognak, jókedvűek. Nem tudom, testvéreim, ennél többet, szebbet kérhet, kereshet az ember ezen a földön. Én sokszor úgy meg vagyok döbbenve, annyi jólétbe, gazdagságba élő ember van. És mondom nekik, hogy te, alkalmazlak tégedet. Az állam, a román állam fizetést ad. És rád bízok a saját házadban 4-5 gyereket. Hogy mondja, jelképesen még akár, hogy intézmény íze legyen, kibérelem azt a lakást. Hát itt az egyházmegye is adott nekem lakásokat, azokat is kvázi kibéreltem. És legyél munkatársam, viszek neked gyereket, neveljed. És 30 év alatt egy embert nem tudtam meggyőzni erre, hogy legszebb dolog, amit csinálsz, gyereket nevelsz, virágokat ültetsz a házad köré, szőlővel befuttatod rózsával az otthonodot, és gyönyörködsz a szebb-szebb gyerekbe. Én nem tudom, testvéreim, szomorúság van a szívemben. Hogy van az ekkora ereje a gonosz léleknek, hogy igenis beszívja azokat a fiatal, drága lelkeket? Igen. Még talán, hogyha egy Zita, Laura, 18 éves fejest ugrik a világba, és úszik, hogy lássuk, milyen kaland, milyen, hogy mondjam, ajándékot küld a Jóisten eléjük, tehetségesek, szépek, fiatalok, minden. De nézek sokszor idősebbeket, 40-50 évesek. És igazából, hogy mondjam, már megnyugodhatott volna. És még mindig volt olyan kolléganőm, hogy
nevelőnő volt itt nálunk, de nem találta fel magát. És akkor egy nagy fejest ugrott a nagyvilágba, és elment, hogy valami ügynökség neki, nem tudom milyen munkát ígért, és úszik, és úszik, és csak nézem, hogy én otthont adtam, gyereket adtam, és lehetőséget, szabadságot, hogy nevelje azokat a gyermekeket, hogy azokban a gyerekekből kihozza a maximumot. És ő inkább egy benzinkútnál ott fagyoskodik, és tölti, ahogy is sírják ott, mert kap valami pénzt, amivel majd mi a francot fog csinálni, nem tudom. Nem elítélek senkit, csak csodálkozok. Anyák napja van. A legszebb hivatás, május, a legszebb hónapban, anyánk az egyház, hogy mondjam, tárcára rakja, Mária boldogságos szűzanya, hogy mondjam, első tevékenységébe koronát rak az anyasságra. Koronát rak a nőre, aki gyermeket vállal, és szeretettel fölnevel. És ugye az egyház elmondja, hogy hát nem csak test és vér kívánságából lehet gyermeket vállalni, hanem Szent József, jó pásztor az egyházunknak, Isten akaratából lett, nem az övé, és mégis ő neveli. Tegnap én is megosztottam egy képet édesanyámmal. Ugye, nekem is van anyám az égben, és több gyerekünk is, ex-hajdani gyerekünk, aki Jucci nének unokája volt, idézőjelbe beírt, és nagyon szépeket írtak. Ön is leírja, hogy igen, ő Jucci nénire, mint drága nagymamájára gondol vissza. Testvéreim, nem lehetetlen. Ugye, hogy egy fába levágják az ágakat, letördeli a szél, és akkor nem akarja gazda hagyni, hogy elveszze. Nemes vesződ beolt, és az újból sarjat, és még finomabb, még jobb gyümölcsöket terem, mint azelőtt. Testvéreim, milyen jó lenne, hogyha nem adott talán neked a Jóisten gyermeket, de kinyújtanád a bajba lévő gyermekek felé a kezedet. Milyen jó lenne, hogyha ez a koronavírus, ugye, ettől a rohanástól, ettől a szetetéstől, kapzsiságtól, hogy egyik kezemmel elveszem, másikkal már dobom a kukába, meg állandóan shoppingolok, és aztán tömöm a szemetes ládát. Valahogy ettől úgy megállított. Én azt gondolom, lehet, hogy ez isteni gondviselés. Egy hatalmas, hogy mondjam, lelki gyakorlat mindannyiunknak. Tervezzük újra az életünket. Boldogságos szűzanya legyen a mi példaképünk. Sokan kérdezik, hogy hogy érzem magamot. Hát itt vagyok a gyerekekkel, misézgetünk, láttok, és kollégáimmal, és hogy őszinte legyek, szinte szégyellem kimondani, hogy nekem ez a koronavírus, hát olyan, mint a lottón, hogyha nyertem volna, megütöttem volna a főnyereményt. Nem kell utazzak, nem kell rohangáljak. És minden reggel le tudok ülni a gyerekekkel, kollégákkal, nyugodtan egy kávét meginni, el tudok beszélgetni, gyönyörködök a virágokba. És ha hiszik, ha nem, 108 gyerekkel vagyok itt, és mindjárt már 2 hónapja, de én még egyet nem kellett megszólítsak. Egy kolléga nem jött egy gyerekkel, Csabates, vagy nem bírok ezzel a gyerekkel, fújt fel, és csinálj vele, amit akarsz. Ilyen nem volt. Öröm velük együtt lenni. Egyetlen szomorúság, a nagyfiúknak volt egy kis műhelyük, ahol a falapokat vágták, csiszolták, ilyen egyszerű kis gépek voltak, és az éjjel valaki, hát hogy mondjam, feltörte és ellopta. Pedig kamerákat szereltek a fiúk meg minden, de hát valaki okosabb volt, mert vizet öntött ugye oda a drótok közé, az rövid zállat, mert kialudt minden, és utána levágta a lakatot, és elvitt mindent. Kívülről jött ez a kellemetlenség.
De itt belül mi 180-20 felnőttel össze vagyunk zárva békébe, szeretetbe, egymásba, virágjainkba, a mindennapi finom ételbe, mert ráérünk, megterítik finomabban, jobban az asztalainkat, mint rohanás közben. Van idő leülni, szépen elbeszélgetni, elszűcsölni azt a kávét, teát. Nekiálltak, és a csomó csalánt leszedtek, és elkezdtünk. Hát egy csalánkúrát a hajamon már látszik is, hogy hogy is hívják, nekem is lehet olyan szép fodros fizurám lesz, mint na, Laurának, jól is térnék ki velem. Igen, testvéreim, hát néztem a cukrom, sokkal jobb, közérzetem, sokkal jobb. Nem tudom, testvéreim, nem kéne újra tervezzük az életünket? Alá boldogságos szüzanya, lehajol egymáshoz segíteni, és magnifikátot énekelni. Az öröm Isten felkínálja, lehetőséged van szép családot alapítani, gyermekeidnek esti mesét mondani, megtanítani őket mindenféle szép dalra, amit a nevelőnénitől tanultál, virágokat ültetni a ház körül, és miért nem, akár saját gyerekeid mellett, hát Csaba testvére lehet számítani, egy-két, három, négy gyereket hoz, és ebből meg lehet élni. Boldogan. És közben lehet akár színdarabokat összehozni. Neki lehet állni festeni. Neki lehet állni, hát hogy mondjam, bárminek, ami a szíved gazdagságából felszínre jön. És tudod, hogy egy eredeti, jetbe jet máriás életet élsz. Hogy a boldogságos szüzanya is, ott Názáretbe. Hogy esténként a kis Jézussal leül, na hogy telt a nap, te kis huncot, és szemed se áll jól. Na, de nem verekedtél a gyerekekkel. Ó, anya, miket gondolsz? Na, puszi, puszi. Na, én szólj Józsefnek is, apádnak, nevelőapádnak. Nem akar kijönni abból a műhelyből. Kész a vacsora, mondd meg. Csináltam finom, nyami, nyami. Na, mit csináltam? Jézuska, na, mondd meg, anyu, mit főztél? Hát, na, ezt kitalálod, na, lássuk, na, találgassam. Aj, tükörtojás, penyót főzelék, jújj, buli, apa, gyere, hadd az fűrész mindent, gyere, mert kész a vacsora. Igen. Az öröm udvara. És az lehetne a tiéd is. És akkor elrohansz, elhagyod drága szülőföldedet, és repülőre ülsz, és elmész akár New Yorkba, és ott hemzsegsz 20 millió ember között, liegsz, naponta 2 órát mész a munkahelyedre, ahol talán egy szám vagy, és ha nem vagy te, akkor lecserélnek, mint egy villanykörtét, és kidobnak, és akkor utána 2 órát haza, és bérelsz nem tudom hány emberrel egy lakást, és liegsz, és liegsz, és számolod azt a kis dollárt. Tényleg boldog vagy? Mert őszintén boldog, tedd a kezedet a szívedre. Erre vágytál, erről álmodtál 5-6-10 éves koros kölyök korodban. Mi nem jössz haza a szülőföldedre? Mi nem alapítod meg a te magad kis családját, kis várát, a kis külön kozmoszát, világát? És mer neki állni, akár virágot termeszteni. Ugye most Hollandiában dobják a kukába a világot, de nem merik, nem tudják áthozni, nem tudom, milyen világ lesz. De lehet, hogy én is szívesebben veszek, hogy mondjam, a te kertedből, hogy itt a szomszédban vagy virágot, mint a piacról, Hollandia, ki tudja, honnan hozták, ki tudja, mi van rajta azon a virágon, inkább nem. Inkább elmegyek hozzá, és azt mondom, nagyon szépen kérlek, hát abból a rózsákból, 5-10-et vágjál, mennek lányok, érettségiznek, bulim, lepjük meg őket. Na, nem is gondoltam, hogy ilyen finom paradicsom is van. Fehetek abból is? Igen, testvére, én nem hiszem, hogy ez nem működne. Merjük újra tervezni az életünket.
használjuk fel ezt a koronavírusos időszakot, és álmodjuk meg újra. Én most kipróbáltam magam szociális családjában, magam virágai között, a magam finom kis ebédje mellett, hihetetlenül kevésbe kerül. Meglepő. Nem kell autó, nem lehet menni sem erre. Nem kell új ruha, be sem merek menni az üzletbe, nem is kell. De valóság az, hogy a szekrényben annyi ruhám van, ferences, szerzetes létemre be kell valljam, hogyha legalább még 5 életet ad az Isten, akkor se tudom leszaggatni magamról. Hogy nem összegyűlt, ott van. De azt gondolom, a te szobád is tele van szekrényel, és a szekrényben rengeteg cipő és ruha is minden van. Tőj hátra! Egy életed van. Mit tudod, hány nap van még hátra? Kis filmet láttam, meg szeretném azt is osztani. Bazsa Rózsák. Van egy pár hektáros kis, hát ilyen őskövület, megmaradt az cseppékről, Bazsa Rózsa. Hát nyílnak, most nyílnak. Többeletes szép. Itt Erdélybe, Kárpát-medencébe. A kollégáim, ugye van nekünk egy kis hegyi tanyánk, nem tudtam én oda elmenni, de küldtek képeket. Hát a Narcisz rét. Világ szépje. Kilométreket gyalogolhatsz, és mindenütt hófehér Narcisz, mint a lehavazott volna. Kárpát-pedencébe. Mire kellene nekem autóban, repülőbe üljek, elmenjek Japánba, és megnézem, virágzik ott a cseresznye. De a saját udvaromba virágoznak a növények, azt nem veszem észre. Igen, testvér, a reklám eladja neked. Én most szeretném reklámozni a szép családot, a gyönyörű gyerekeket, az értelmes, emberhez méltó életet, azt az életet, amit a mi Urunk Jézus Krisztus megszentelt. Mert ha nem a család, a gyermek, a szülői szeretet lett volna a legszebb ezen a földön, akkor valószínűleg Jézus Krisztus egyenesen bankárnak született volna. És egy nagy bőrszivarral eléjött volna, és osztotta volna az észt, mert az a legszebb. Nem azt vállalta Jézus Krisztus. Nem azt az életformát vállalta. Adná az Úr tényleg, hogy nyíljon fel a szemünk. És tényleg vegyük észre, hogy az elveszett Éden, az nem elveszett, hanem hátam mögött ott van. Forduljak meg, és gyönyörködjek benne. Vállaljam feleségemet, gyermekemet. Vállaljam az én szülőföldemet. És a szülőföldemen lévő növényeket, virágokat. Vállaljam Szent József példájára kétkezi becsületes munkát. És legyek akár iparos, legyek akár hát gazdász, mezőgazdasága, annyi irányba, mindenki tiszta, szép, egészséges, biztos helyről jövő élelmet szeretne fogyasztani. Kérdezi ugye, hogy hát egy milyen korszak jön, a gyerekeknek mondtam viccesen, hogy volt már fasizmus, fasiszta korszak, hál' Istennek véget ért, az jött kommunista korszak, na hál' Istennek az is vége lett, aztán jött ez a liberális, kapitalista korszak, én remélem ennek is vége lesz, és akkor milyen korszak jön? Hát az immunkorszak, amikor az immun, az egészségem lesz a legfontosabb, a testi-lelki épségem. És hál' Istennek én hiszem, hogy csak ne essünk túlzásba ezen a téren is, de hiszem, hogy minden adva van, hogy egy ilyen korszak ránk köszöntsön. Azt mondják, hogy a széndioxid kibocsátás nem volt ilyen alacsony a második világháború óta. Hogy mutassa, hogy hát ugye Velencébe, Isztambulba halászni se lehetett, mert nem volt semmi, most delfinek úszkálnak, és a hal rajukat hát üldözik, keresik. Hát azért azok se csak úgy szórakozásból úsznak be Isztambul, hát hogy mondjam, legbelső kikötőjébe. Miért? Azért, mert kezd helyreállni a természet.
És hogy most bebuknak a légitársaságok talán, hogy nem fognak talán Kínából annyi limilomit ide hordani, hogy őszinte legyek, valahogy túl fogom élni ezt a tragédiát. Emberhez méltó élet, boldogságos szűzanya nem csak jótékonykodott, hanem mint az emberiség nagy pedagógusa megmutatta, te is az anyákat tiszteljed, szeressed az édesanyákat, és te magad is, ugye mert Mária nem szingliként szolgál már Erzsébetnél, hanem ő is egy domborodó hassal megy magához Erzsébethez. Tehát nem csak csodálja, hanem követi is. Adja az Úr tényleg, hogy a boldogságos szűzanya öröme, hát a mi lányaink, asszonyaink öröme legyen. És így a világ jó pásztorokkal, drága édesanyákkal, békében, szeretetbe megújuljon, és az elveszett Édent itt, ezen a földön megtalálva, Isten országát építsük fel. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapra föltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházban, szeretek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örömmel örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim Krisztushoz, örök főpapunkhoz, aki jó pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket. Áld meg, Urunk, Ferenc pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Légy, Urunk, jó pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezess egységre nyájadat, hogy egy akkor legyen is egy pásztor. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, és támaszd belőlük szent papi és szerzetesi hivatásokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősségteljesen elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Istenünk, te vagy a mi jó pásztorunk, és szép szavakkal, szent fiad által, szentek példájával terelgetsz legelőkre, békés földekre. Add, Urunk, hogy hallgassunk rád, és valóban magunk számára te dicsőségedre, az országodat felépítsük szülőföldünkön, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Ím néped borthoz kenyérrel, hívő örömmel, hogy áld meg békén jelével, vedd el, fogadd el. Dicsér a világ, mert áldás csodárazt ad rá nekünk, adod, itt kül önmagad, mint fürdből kínál a szőlőt.
adjuk örömmel, mert együtt él az egész test, vedd el, fogadd el, dicsér a világ, mert áldásod árasztod rá nekünk, adod, étkül önmagad. Imádkoztok, testvéreim, hogy házatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyag szent egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó, igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, húsvéti szent időben, midőn áldozatá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelő fölajánlja érettünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Föláldozva önmagát, nem hal meg soha többé, halálában lett ökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újong, a mennyei erők és hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent, szent a neve, én dicsérem, ő erősségem, Jézus. Az én Istenemért mindent veszni hagytam, csak hogy szolgálhassam Jézust. Boldogan megvallhatom, ő a cél, ő a cél, meghaltam, de élek Jézus Krisztusért. Szent, szent a neve, én ő dicsérem, valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek! És igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának, föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts egybe a szent lelek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetbe Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel, az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, az édesanyákért, a jó pásztorokért, azért, hogy a világunk megtisztulva, a boldogságos Szűzanya példájára nagyon nagyra becsülje a gyermeket vállaló, gyermeket nevelő, hordozó édesanyákat, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus, szeretettel léptük át bezárt templom kapuját, és arra kérünk, ne hibáinkat, gyarlóságainkat nézzed, hanem jó szándékunkat. És őrizzél meg bennünket bajtól, betegségtől, vírusoktól, te, aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje, így távolról is, maradjon veletek. Legyen végesség köszönöm mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Irgalmazz, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Irgalmazz, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Adj nekünk békét. Íme az Isten bárány, íme ki elveszi a te világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárányja. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölellek, mintha már itt lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Krisztus teste. Bless the Lord.
Imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked hallok, tied vagyok életemben és halálomban. Amen. Könyörögjünk. Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, és gyermekeidet, akiket fiad drága vérén megváltottál, vezesd el az örök élet országába, Krisztus mi Urunk által. Amen. Hát milyen szép nyár van, tavasz van, milyen jól lehetne hirdetni, hogy házasságot hirdetünk, és akkor hosszú lista kéne legyen a kezembe, hogy ne belezavarodjak, legyen, tudjam felolvasni ezt a 7-8 párt, aki éppen házasságra készül. Hát adja az Isten, hogy ez a prédikációnak akkor lenne igazán értelme, hogyha hívnának engem fel, hogy Csaba testvér, anyanap, minden, megkértem a kedvesemnek a kezét. Ha nem adja, letöröm, úgyis elviszem. Na, ez lenne a... Na, akkor mondanám az, hát hiába, na, jól beszéltem, na, mit lehet csinálni. Úgyhogy fiúk... Lányok, akármennyire szeretnének egyedül asszonyok, anyák lenni, nem fog menni. Tudok, néhány üzletet nincs bezárva, nagyon szép arany karikagyűrűköt árulnak, úgyhogy lehet szólni, elintézik. Lányok, nem is kell, tudják, hogy beszéltünk. Igen, én mindenkit bíztatok arra, hogy most újra tervezés, sok gyár bezár. Hallottam, hogy egy fodrász ahhoz, hogy ugye jön valaki, 15 percig fertőtlenít, beöltözik, és úgy, hát hogy mondjam, szegény betegnek gondolom, hogyha borotválnia kell, és szájmaszkon keresztül, ez elég komplikált, de na, hogy mondjam, nem is beszélve egy fogorvosról, ez hogy fel kell öltözni, hogy mennyi ruhát magára kell szedjen, és akkor aztán majd látja a lyukas fogamot, vagy valahol a befúr egyet, aztán lesz valami, nem? Hát a miénk, ugye Éva néni, az ő nevelőjük, nem hord különféle védőruhát, meg szájmaszkot, hanem megöleli, és ugyanúgy, mint a régi időben megpuszíja az ő gyermekeit, megfésüli, és nincs gumikesztyű a kezén, nem? Úgyhogy ez most a reklám helye. Nevelőköt keresünk, jó nevelőköt, tehát ezután már, hogy mondjam, na, gyerekeimnek én is a legjobbat akarom, nem? Logikus. Aztán még mit tudnék hirdetni? Hát úgy, hogy gondoltam, hogy a lányoknak ugye érettségiznek, mindig énekelnek, hát hogyha mostan lenne persepéz, akkor kellene adjak belőle. Tehát, hogy mondjam, van a honlapon egy kis zseb, és hogyha oda utalnak, ilyen elektronikus úton is lehet pénzt adni nekünk, akkor hát egy-egy szép ruhát szerezünk, hogyha netalán lejár a karantén, hát akkor tudják megmondani, hogy igen, érdemes templomba énekelni, Isten dicsérni, mert hát hogy mondjam, az anyagi világban is van valami jövedelem belőle. Igen, hát én kívánok jó étvágyat a finom ebédhez, és hívom Önöket nagy-nagy szeretettel,
fél 6-tól, na hova fogunk zarándokolni? Egy keresztény fitness klubban. Ilyen is van. Igen. Alkó Noéminek van kedves kollégánk, ő amúgy könyvelő, de van neki egy ilyen kis klubja, és ott fogunk találkozni vele és a legkedvesebb növendékével, aki egybe édesanyja neki, Ceci néni, és hármasba elbeszélgetünk a keresztény mozgás kultúrájáról. Mert végül is a tested Isten temploma, és azt látom, hogy hát most ez a templom, ez az a szép, hogyha magas és gótikus, nem, hogy mondjam, ilyen, na, kerek és lapos, tehát hogy mondjam, tehát a testünk templomát, én azt gondolom, karcsúsítanunk kellene, és szépítenünk kellene. Hát a jó Isten jól érezze magát bennünk, igaz? És van egy rossz hír, hogy akármilyen a testet, az fel fog támadni. Jézust azért megismerték, megmaradt. Hát milyen lehetetlen egy örök élet, egy nagy paszniba adtan, totyogni adta mennyek országába, nem? Hát van időnk, tornásszunk, mozogjunk, éljünk egészségesen. Tehát 17:30-tól egy ilyen fitness stúdióban zarándokolunk, és 18:00-tól azért csak megtartsuk a hittanóránkot, ugye a keresztény tanösvényt, és a Mária kert, ugye 1-jét, május 1-jét Szent Józsefnek szenteltük, nem tudtunk máriázni, ezért le vagyunk maradva. És akkor, hogy sokkal egyszerűbb lenne megjegyezni, hogy május 4-én a 4. udvarba menjünk, és ezért ma este felvesszük a 3. udvart, hogy érjük utol a naptárba magunkat, jó? Tehát még ma este, hát az élet befogadásának, az élet hordozásának az udvarába megyünk, karácsonyi. Mária ugye megszülte gyermekét. Ezt az udvart fogjuk bezarándokolni, és nagy szeretettel hívjuk, várjuk Önöket. Úgy néz ki, hogy hétfőn a legelső gyerekekkel, Máté Magdikákkal, meg ezekkel fogunk találkozni, oda fogunk elzarándokolni, hogy hát hogy mondjam, nekem is egy élmény, hogy ezeket a legelső gyerekeket, akiket befogadtunk és szépen szeretettel felneveltük, hát hogy mondjam, megismerjék Önök is. Úgyhogy be vagyunk zárva, de azért köszönjük szépen, jól vagyunk, vidámak vagyunk, hál' Istennek a Szent Ferenc Alapítvány egyetlen házába is, egyetlen gyereknek sem hallottam, hogy valami baja lenne, kollégák is jól vannak, és hát az online oktatás úgy tűnik, hogy bejött náluk, sokkal jobb, mint rohangálni a városban a szanaszét. Adja az Isten, hogy tényleg, hát azért ezt a mély repülést a víz alatt, valahogy vírus alatt, egészségben, erőben úgy tudjuk vészelni. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szemmisározatunkat bemutattuk, a finom ebédhez jó étvágyat kívánva, járjatok békével. Istennek legyen hála.